gyufa helyett labdáz jókat, meg a tűzoltókat. Olvasható ezen a rajzon, amelyet nem régiben küldtek be az Országos Tűzmegelőzési Bizottság alkotói pályázatára. Az immár kilencedik alkalommal meghirdetett verseny célja, hogy a tűzoltók ne csak akkor találkozzanak a lakossággal, amikor már ég a ház, hanem békeidőben is. Megkérdezzük a gyerekeket, hogy nekik, hogyha a tűzoltói életről, a tűzről kapnak egy kérdést, akkor mi jut eszükbe. És ezen gondolatokat, ha papírra tudják vetni, akár egy rajz, akár egy egyéb alkotás, akár egy vers formájában, akkor ezeket mi nagyon szívesen fogadjuk. Nekünk ez nagy örömöt jelent. A pandémiás időszakot megelőzően több száz pályamű érkezett be a témával kapcsolatban, és jelenleg is négy kategóriában várják a pályaműveket. Lehet szabad kézirajz, bármilyen képzőművészeti alkotás, vers, mese, digitális alkotás, vagy épp film. Ez egy felmenő szintű egyébként pályázatát mi is bírálunk el az első három helyezett kategóriánként. Kategóriánként díjazzuk, a legjobbakat felterjesztjük Budapestre, a központba, és ott is az országos verseny megmérettek az alkotásaink, és nagyon szép eredményeket értünk az elmúlt években, volt több elsőhelyezésünk itt középiskolai, általánosiskolai kategóriában, szabadkézi rajz és vers kategóriában egyaránt. Április 30-ig postai és elektronikus úton, valamint személyesen is el lehet juttatni a nevezett pályaműveket az óvodás, a 6-10, 11-14, illetve 15-18 éves korcsoportokban. A legtöbb pályaművet nevező iskola elnyeri a legkreatívabb óvoda és iskola címet, ami azzal jár, hogy a tűzoltók egy látványos bemutatóval jutalmazzák az intézményt.